25 éves volt. Amikor észrevették, akkor is áttétes volt, tehát már akkor is tüdőn kívüli, de mellkason belüli daganat volt, viszont nem tüdőrák alapú, hanem valamilyen mirigygyel kapcsolatos daganat, és az aztán már áttétes volt a gerinc csontban is. Nem lehet rá felkészülni, mert bármennyire is agyal azon az ember, hogy ez megtörténik, és minden jel arra mutat, hogy reménytelen a helyzet, valahogy annyira távoli mégis, vagy annyira felfoghatatlan, hogy valahogy a szervezet távol tartja azt, hogy ez valóságként tudjon kezelődni, és nem lehet rá szerintem felkészülni. Jött olyan hír, hogy majd meggyógyul, akkor nagy megnyugvás volt, felszabadulás, és aztán meg valahogy látható volt, hogy ez csoda szükséges, hogy meggyógyuljon, és hát aztán a csoda az nem jött. Ahhoz képest, hogy valaki az életéért küzd, az én zavarom, vagy az én bénaságom egy ilyen helyzetben nem bír súllyal. Tehát ilyen helyzetben oda kell menni, szembe kell nézni a problémával, és megfogni a másik kezét. És csak ott lenni, mert egy idő után nem lehet semmiről beszélgetni. Ezután én elmentem szűrővizsgálatra. Amúgy is hipohonder vagyok, de ezután meg aztán tényleg nagyon, nagyon megijedtem. És hát nem volt olyan sok idő, vagy hogy még annyira drága se volt. Úgyhogy ezt tegye meg mindenki.